Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is szeretettel köszöntök mindenkit, és külön hálásak vagyunk azért, hogy azokért a meleg szavakért, amivel összességében az építő kritikák mellett ezt a tervezetet méltatták. Nyilvánvaló, hogy ez a tervezet egyébként nem végleges, természetes, hogy a parlamenti vita komolyságának a megőrzése érdekében is kell, hogy változzon még, de szerintem az alapokat és az alapértékeket megfelelően jelölte ki. Ami a preambulumot illeti, aminek ugye a neve nemzeti hitvallás lett, a frakciónak a nemzeti nyilatkozat és a nemzeti hitvallás között kellett választania, és ugyan a frakció protestáns részének, amihez én is tartozom, a hitvallással szemben volt annyi ellenérzése, hogy az a református dogmatika szerint ugye kizárólag hittételeket tartalmazhat, de végül is miután, mint az országban, ott is kisebbségben voltunk, ezért el kellett fogadnunk, hogy a nemzeti hitvallás lesz a preambulumnak a végső elnevezése. Viszont úgy gondolom, hogy tartalmilag mindazt megjeleníti, amit a jobb oldal a rendszerváltozás óta vár és fontos értéknek gondol, és ami egyébként új az alkotmányban. Én nekem a korábbi években is számtalan beszélgetésem, sőt vitám is volt azzal kapcsolatosan, hogy mi az, ami rossz a magyar alkotmányos rendszerben. És én mindig azokkal értettem egyet, akik azt mondták, hogy nem az államszervezeti résszel vannak bajok, hogyha az alkotmánynak vannak hiányosságai, azok sokkal inkább az értéktartalom vagy a preambulum hiányát jelentik, és míg az államszervezeti résznél természetesen le kell vonni az elmúlt 20 év tanulságait, és vannak olyan pontok, ahol érdemes és indokolt változtatni, szerintem ezt meg is teszi a tervezet, de a legfontosabb az az, és a legfontosabb cél, amit egy alkotmány szolgálni tud, az éppen az, hogy valamilyen plusz tartalmat is meg tud jeleníteni. Egy alkotmány nem csak azért a legfontosabb és első számú törvény, mert a jogszabályi hierarchia a legmagasabb polcra helyezi, és most függetlenül attól, hogy ez alaptörvény lesz, ugye ez most is fennáll, hogy a legmagasabb polcán lesz a jogszabályi hierarchiának, minden törvénynek meg kell felelnie az alaptörvénynek, és minden alaptörvénnyel ellentétes törvény megsemmisíthető, eltekintve a költségvetés törvényektől, de egyébként az alaptörvénynek még egy ezzel szemben, vagy emellett még egy plusz tartalmat is meg kell tudnia jeleníteni. Azt, hogy egy nemzet mit gondol a saját múltjáról, milyen értékeket emel ki belőle, mit tart fontosnak, illetve hogyan áll a jelenhez, és mit gondol a jövőről. És azt gondolom, hogy ezeket, főleg ami a múltra vonatkozik, nagyon jól sikerült a tervezetben megjeleníteni. Ennek természetesen része az is, hogy a megszállás időszakában a nemzeti szocialista, majd a kommunista diktatúrának az érvénytelenségét megállapítja, és egyébként mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy nem ennek van az a joghatása, hogy a legfőbb kommunista bűnösökkel szembeni büntethetőség lehetősége megnyílik, hanem volt egy olyan 93-as alkotmánybírósági határozata, nagyon szerencsétlen Zétényi Takács törvény megsemmisítés után, ami megállapította, hogy a nemzetközi jog alapján ezek el nem évülő emberiség, vagy az új dogmatikában emberiesség elleni büntettek, illetve háborús büntettek 1956. október 23-ától november 4-ig háborús, majd azt követően emberiség elleni büntetnek minősülnek, ezért ezek büntethetőek. Ami, hol a baj történt, hogy ezt követően az ügyészség nem érezte úgy, hogy talán vádat kellene emelnie, és nekünk most csak azt a technikát kell megtalálni, és erre abszolút megvan a hajlandóság a koalíciós pártokban, hogy hogyan lehet mondjuk rávenni arra az ügyészséget, vagy milyen törvényalkotási aktus alkalmas arra, hogy ezekben a kérdésekben ezek a vizsgálatok meginduljanak, hiszen nem viszonylagos hatállyal teremtünk jogalapot a büntetőjogi felelősségre vonásra, hanem egész egyszerűen a jelenleg fennálló, és egyébként már az Alkotmánybíróság által is megállapított jogi helyzet szerint lenne mód a legsúlyosabb azoknak a kommunista vezetőknek a felelősségre vonására, akinek a kezéhez valóban vér tapad. Mert hogyha a 97 éves képíró Sándort felelősség lehet vonni, és hogyha elkövette azt, amivel vádolják, akkor szerintem lehet, akkor talán a 80-as éveik végét taposó kommunista gyilkosokat is felelősségre lehetne vonni. Visszatérve a másik nagyon fontos pontra, és ez egyben itt
elnöki felosztatás, felnemosztatás kérdésében Friss Tamással közöttünk egy régebb óta fennálló kedélyes egyetemértés uralkodik, mert én mindig azt mondom, hogy a 2006 őszi eseményekre a válasz az elsősorban a közpénzügyi szabályozás. Tehát az, hogy az elmúlt 8 évben ilyen mértékben tönkre lehetett tenni az országot, annak az elsődleges oka az, hogy nem volt semmilyen közjogi korlát, ami a felelőtlen gazdaságpolitikai teljesítmény hiányában történő osztogatást megállította volna. Ha belegondolunk abból, hogy milyen hisztéria volt a magánnyugdíj pénztárak felszámolásából 1-2 hónappal ezelőtt, akkor azt érdemes mindenkinek figyelembe vennie, hogy a teljes magánnyugdíj pénztári vagyon, amit 13 év alatt összegyűlt, az pontosan 1/4 annak, amivel az MSZP 8 év alatt az államadósságot növelte. Tehát 2 évente egy teljes vagy 13 évnyi magánnyugdíj pénztári megtakarítást eljátszottak. Ebből látszik az, hogy milyen súlyos probléma az, hogy ezt meg lehetett tenni. Ráadásul nemzetközi gyakorlatban Lengyelországtól Németországig eltérő módon, de vannak közpénzügyi szabályok, van olyan nemzetközi gyakorlat, ami működőképes, és a hatalomnak egyébként a legélesebb korlátozása az, amit ez a kormánytöbbség ezzel a közpénzügyi szabályozással most elfogad. Salamon László mondta, és ezt nagyon szellemesnek tartom, hogy gyakorlatilag ez ilyen formán a közpénzügyeket felügyelő testület egy második kamara lesz, hiszen a költségvetésnél, ami az egyik legfontosabb törvény, vétójogot kap. Tehát a költségvetési tanácsnak nem egyszeri visszaküldési joga lesz, hanem érdemben, hogyha a költségvetésnek a fő számai nem stimmelnek, hogyha alkalmas arra, hogy az államháztartási hiányt megnövelje és ezen keresztül az államadósságot növelje, akkor érdemi vétójoggal fog rendelkezni, ami azt jelenti, hogy hozzájárulása nélkül költségvetés nem lehet elfogadni, ráadásul szemben a kormányzati vagy politikai kampányok elkövetett hazugsággal, amit azért 4 évig még lehet valahogy, amivel még 4 évig ki lehet húzni, és csak utána kell felelni. Itt a költségvetési tanácsnál 1 év múlva nyilvánvaló válik az, hogyha ők egy olyan törvényt engedtek át, ami nem felelt meg ezeknek az alapvető kritériumoknak. Tehát úgy gondolom, hogy igenis jelentős önkorlátozást vállalunk ezen a téren, de egy olyan önkorlátozást, ami egy újabb, olyan felelőtlen kormányzástól, mint amilyet 2 cikluson keresztül mindannyiunknak meg kellett tapasztalni, és még évtizedekig el kell majd szenvedni a következményeit, az ne fordulhasson elő újra. Én ezeket tartom a legfontosabbaknak, noha egyébként a civil szféra erősítésével egyetértek, és valóban ez talán kellő erősséggel nem jelenik még meg most a tervezetben, de pontosan arra szolgálnak a módosító indítványok, és egyébként mindenkinek várjuk az észrevételeit is, hogy néhány ponton lehessen még változtatni. A fő irányokat úgy gondoljuk, hogy megfelelően jelölte ki a tervezet, de természetesen nyitottak vagyunk arra, hogy minden szöveget tovább lehet tökéletesíteni, tehát ezt megtegyük ebben az esetben. Köszönöm szépen, és előre elnézést kérek, hogy nekem 8 órakor még egy sajtószereplésem, úgyhogy 5-10 perc előtt el kellene majd mennem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kukorelli Istvánnak adnám a szót és a mikrofont.